Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Elmaradnak a szekszárdi szüreti napok. A polgármester szerint az ilyen szekszárd alkalmatlanságát bizonyítja a döntés. Gazos területek a Tolnai megye székhelyen. Jobb híján civilek kaszálnak az ilyen szekszárd vezette önkormányzat helyett. Településfejlesztés. Patkákat és vízelvezetőket építenek Tolnán. Tisztújítás. Régi új elnök a Kaposmenti Társulás élén. Felháborító, hogy a Facebookon jelentette be a szekszárdi szüreti napok szervezésére létrehozott bizottság elnöke, hogy idén nem tartják meg a város legnagyobb rendezvényét. Ezt a város polgármestere mondta. Ács Rezső szerint már egy hete is lehetett sejteni, hogy nem fogják megrendezni a szüreti napokat, mert a főleg ilyen szekszárd tagokból álló bizottság egyszerűen nem volt képes teljesíteni a feladatot, amit vállaltak. A borászok és a helyiek is sajnálják a döntést. A Facebookon jelentette be a szervezőbizottság elnöke, az ilyen szekszárd önkormányzati képviselője, hogy az eredeti terveikkel ellentétben idén mégsem rendezik meg a szekszárdi szüreti napokat. Csötönyi László azt írta, hogy szerintük a kormány nem engedélyezi majd a tömegrendezvények megtartását. Erre vonatkozóan egyelőre hivatalos állásfoglalás nincs a kormány részéről. Hiányozni fog nagyon. De mindannyian vártunk, ebben az évben azért sok minden kimaradt már, szóval így, hogy ez a születi is elmarad, így ebben az évben tényleg nagyon az ember csak otthon tud lenni. Az ilyen szekszárd frakció júniusban szavazta meg, hogy külön szervezőbizottságot hozzon létre az önkormányzat a szüreti napok szervezésére. A bizottságba főként a saját politikusaikat delegálták, és meghívták még a Babits Mihály Kulturális Központ vezetőjét, aki viszont időközben felmondott, valamint a borászok és a vendéglátósok egy-egy képviselőjét. Az ilyen szekszárd tagok terve az volt, hogy idén a hagyományokkal szakítva, nagy színpad nélkül egy kisebb rendezvényt tartanak meg. Az ötlet viszont éles vitákat váltott ki a városban. Sokak szerint ez méltatlan lett volna az ország egyik legismertebb borfesztiváljához. Ha nem csinálják olyan színvonalra, akkor ne csináljanak inkább semmit, szerintem. A szekszárdi hegyközségi tanács elnöke azt mondja, a borászokat kifejezetten érzékenyen érinti a szüreti napok lemondása. Szerinte a szervezéssel komoly gondok voltak, amiken jövőre változtatni kell. A következő szüreti napok szervezését azt nagyon időbe el kell kezdeni. Akár már az év végé jövő év elejé le kell ülni az érintettekkel, át kell tárgyalni a lehetőségeket, át kell tárgyalni az igényeket. Egy nagyon-nagyon széles körű táj megegyezésre lesz szükség. Szekszárd polgármestere szerint a szüreti napok szervezésére létrehozott bizottság alkalmatlan volt a feladatra. Ács Rezső azt mondja, hiába üléseztek többször, nem tudták ellátni a szervezés feladatait, és már egy hete kérdésessé vált, hogy meg tudják-e, valamint, hogy meg akarják-e szervezni a szüreti napokat. A polgármester felháborítónak tartja, hogy a bizottság ilyen szekszárdot képviselő elnöke egy Facebook posztban közölte a lakossággal, hogy idén nem szervezik meg a város legnagyobb rendezvényét. Hivatkoznak arra, hogy itt a pandémia miatt valószínűleg nem lesz rendezvény. Erre is lehet hivatkozni, de valójában nem, ezért nem lesz rendezvény, azért nem lesz rendezvény, mert egyszerűen szereplők, akik résztvevői lettek volna, vagy szervezői lettek volna, nem tudtak megegyezni, hanem egymásnak feszültek különböző érdekek, és ebben az ilyen szekszárd nem tudott rendet teremteni. A szekszárdi szüreti napok a Tolnai megye székhely legnagyobb rendezvénye. A programokon minden évben több, mint 60 ezeren fordulnak meg. Erre nem kerülhet sor idén a szervezőbizottság döntése miatt. A szekszárdi szüreti napokkal kapcsolatban megkerestük az ilyen szekszárdot képviselő Csötönyi Lászlót, aki az ideiglenes bizottság elnöke is egyben. Szerettük volna megtudni, hogy álltak a szervezéssel, mennyi pénzt költöttek rá eddig, de adásunkig nem kaptunk választ. Gazos és elhanyagolt több közterület szekszárdon, ezért a helyi városvédők kedden kaszálásba kezdtek a Tolnai megye székhelyen. Szabó Balázs, az elnökük azt mondja, azóta lett rendezetlen a város több pontja, hogy az ilyen szekszárd frakció elbocsátásokba kezdett a helyi önkormányzatnál. Ennek során a város zöld brigádjától 3 főt átirányítottak a vagyonkezelő céghez, szekszárd viszont emiatt egyre gazosabb.
Benzines fűkaszával estek neki a térdig érő gaznak a szekszárdi városvédők ennél a Babits Mihály utcai buszmegállónál. Ez közterület, így az önkormányzatnak kellene rendben tartani a környékét, ez mégsem történt meg. Ezért vették maguk kézbe a kaszálást a városvédők kedden délelőtt. Rengeteg lakos jelezte felénk, hogy a zöld felületeket nem nyírják. Egyébként ez egy hibás önkormányzati rendeletnek is az oka, de eddig az ezt megelőző városvezetés mindig lenyírta a füvet. Szekszárdon a köztisztasági rendelet szabályozza, hogy a házak előtt lehetőleg a tulajdonosoknak kell nyírniuk a füvet. Szabó Balázs szerint viszont erre sokan képtelenek, például a koruknál vagy az egészségügyi állapotuknál fogva, ezért korábban ezt a munkát elvégezte az önkormányzat. Az ilyen szekszárd frakció idén 3 főt áthelyezett a város zöld brigádjától a helyi vagyonkezelő KFT-hez. Szabó Balázs szerint azóta akadozik a közterületek rendben tartása a városban. Az előző városvezetés ezt a problémát nagyvonalúan megoldotta. Jelen pillanatban a felsővárosiak magukra vannak hagyva, úgy érzik. Ezért hát ugye tudjuk, hogy csak ez egy gyakorlatilag egy tűzoltás, hogy így fogalmazzak, amit jelen pillanatban teszünk, de azt gondoljunk, hogy meg kell változtatni ezt az önkormányzati rendeletet. A mostani kaszálásban Gréci Félegyházi Gyöngyvér, a Fidesz önkormányzati képviselője is részt vett. Ő azt mondja, hogy amióta az ilyen szekszárd frakció elbocsátásukba kezdett az önkormányzatnál, egyszerűen ellehetetlenült a rendes feladatellátás, ezért könnyen előfordulhat, hogy a helyieknek összefogással kell majd a közterületeket rendben tartaniuk. Kapacitás hiányában is ugye a város egyre kevesebb kapacitással rendelkezik a területek rendbetételét illetően is, illetve ne ragadjunk meg ott, hogy ez a szomszédom területe, vagy a város területe, hanem lehet, hogy a szomszédomnak is jól fog esni, hogyha amikor én lenyírom a füvet, akkor esetleg az övét is kiegészítem. A gazosodó közterületekkel kapcsolatban megkerestük Bomba Gábort, az ilyen szekszárd frakció vezetőjét. Kíváncsiak lettünk volna, hogy mekkora létszámmal és milyen ütemterv szerint dolgoznak a kaszáláson az önkormányzat munkatársai, valamint arra is, hogy terveznek-e embereket felvenni a feladat hatékonyabb ellátása érdekében. Adásunkig azonban nem kaptunk választ. Újabb, már zöld utat kapott fejlesztésbe nyúltak bele az ilyen szekszárd vezettek gazdasági és városfejlesztési bizottság tagjai a legutóbbi ülésükön. A város önkormányzata néhány hete nyert több mint 4 milliárd forintot a helyi közlekedés fejlesztésére. A pénzből mások mellett új körforgalom épülne, felújítanák a Kesejűsi utat, mellette pedig kerékpársávot alakítanának ki. A támogatói szerződést a járványhelyzet alatt Ács Rezső, a város polgármestere írta alá. Az ilyen szekszárd vezettek gazdasági és városfejlesztési bizottság viszont most módosítani akarja a szerződést úgy, hogy ezentúl ők tárgyalhassanak a beruházásokról. Korábban már történt hasonló. Az ilyen szekszárd a Szabó Dezső utcába tervezett orvosi rendelő esetében új helyszínt akarta a beruházásnak. Ez viszont nem volt lehetséges, ezért a város elveszítette a pályázati pénzt. 2 hektárnyi lábon álló gabona gyulladt ki Szekszárd határában. A lángokat a helyi tűzoltók és a Tolna megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat munkatársai együtt fékezték meg. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a tűzoltók több, mint 60%-át megmentették az érintett terménynek. A tűzesethez Bonyhádról és Paksról további egy-egy fecskendőt, Bajáról pedig egy visszaállítót riasztottak. A csökkenő pénzügyi lehetőségek ellenére is folyik a városfejlesztési program Tolnán. Ennek keretében több utcában zajlanak patkafelújítások és vízelvezetőket is építenek. Bár a koronavírus járvány átrajzolta a költségvetés adta lehetőségeinket, a város üzemeltetés tervezett feladatait tovább visszük a lehetőségekhez, mérten, mondta Berta Zoltán, Tolna város alpolgármestere. Ennek megfelelően folytatjuk az útpatkák felújítását, mert arra végképp nincsen fedezet, hogy kiszélesítsük az utcáinkat, tette hozzá. Fejlesztésekre, beruházásokra ugye ebbe az időszakban nem volt forrás, nincs forrás jelen pillanatban, viszont az állagmegóvásra, a karbantartásra, illetve hát a parkgondozás tekintetében ugye a folyamatos virágosításra ugyanúgy, ahogy az előző években megszülettek előzetesen a tervek, és azt program szerint hajtjuk végre ezekben az időszakokban is. Az elmúlt hetekben leesett jelentős mennyiségű eső is sürgette a vízelvezető árkok rendbetételét, ezért ezek a munkálatok is folynak, mondta Berta Zoltán.
Szeretném felhívni a lakosok figyelmét, hogy az előttük lévő ingatlan szakaszokon az ő kötelességük is, egyben felelősségük is, ugye az árkoknak a tisztántartása, az átereszek tisztántartása, hiszen így tudjuk elérni azt a célt, hogy lehetőség szerint ezek a csapadékvizek, ezek ne ingatlanra, ne lakott területre, hanem mondjuk az árokrendszerbe tudjanak elfolyni. Bár van lehetősége az önkormányzatoknak a szankcionálásra, azokkal szemben, akik nem tesznek eleget kötelezettségüknek, Bertha Zoltán azt mondja, ez nem cél. Arra törekszünk, tette hozzá, hogy minden lakó értse, miért van jelentősége az együttélési szabályok betartásának. Tisztújítást tartott a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás. A polgármesterek tanácsa Pintér Szilárdot, Dombóvár vezetőjét választotta elnökül, aki korábban Csikós Töttös polgármestereként már vezette a grémium munkáját. Pintér Szilárd az előző ciklusban Csikós Töttös polgármestereként már vezette a Kaposmenti Kistérségi Tanács munkáját. Most Dombóvár csatlakozott a Települési Szövetséghez, és a járási központ vezetőjeként ismét őt választották a testület elnökéül. Ez a társulás, amelyet a kényszer hozott létre 2014. decemberében Dombóvár összeférhetetlen viselkedésének következményeképpen, tavaly választások után összeforrt. Az önkormányzati törvény minden paragrafusát betartva születhetett meg ma az a döntés, hiszen december 31-ig meghoztuk a csatlakozási szándékra nyilatkozatunkat, fél év múlva lehetett ez a társuláshoz csatlakozni, és ma már azon kívül, hogy Dombóvár teljes jogú tagja ennek a társulásnak, mai napon kollégák újból engemet választottak meg elnöknek, amit én ezután is szeretnék nekik nagyon megköszönni. Pintér Szilárd azt mondta, Dombóvárnak eddig is megvolt a felelőssége a járás egészét illetően, ám ez nem privilégium, hanem szolgálat. Az a szakmai háttér, amely ma létrejött azáltal, hogy a társulásban is dolgoznak kiváló vidékfejlesztési emberek, ugyanúgy, mint a dombóvári önkormányzatban. Remélem, hogy ők is össze tudnak fogni, és hatékonyan tudjuk a járást fejleszteni, és komplex módon tudunk gondolkozni, mint a 16 település javát szolgálva. Olyan projektek szerepelnek a tervekben, melyek bár Dombóváron épülnek meg a jövőben, mint az új mentőállomás vagy a szabad idősportközpont, a térség lakóinak egészét fogják majd szolgálni, mondta az újraválasztott kistérségi elnök. Összesen 22 milliárd forint értékben 6 új pályázati kiírást tett közzé kedden a kormány a Magyar Falu programban. A most megjelent pályázatok infrastruktúrafejlesztést, illetve szolgáltatásfejlesztést céloznak annak érdekében, hogy a falvakon élők életminősége jelentősen javulni tudjon. Az első két pályázat keretében kis települések iskolaépületeinek, illetve tornatermeinek, tornacsarnokainak felújítására lehet jelentkezni. Ebben az esetben a kedvezményezettek a tankerületi központok, és a két pályázat keretösszege 7,5 milliárd forint. Ugyancsak 7,5 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre az óvodai épületek, valamint tornaszobák felújítására, új épületek létesítésére a települési önkormányzatok, valamint az önkormányzati társulások számára. Az ötödik pályázat faluházak felújítására szolgál, a hatodik pályázati forrásból szolgálati lakások felújítására, kialakítására van lehetőség, összesen 2 milliárd forint értékben. Idén is megtartották a Tolna Mőzsi Lovasnapot. A sporteseményt 24 éve rendezték meg először, a mostani verseny során 53 fogat mérte össze a tudását. Tolna Mőzsi mindig is jelentős számban vettek részt fogatok a versenyeken. Így volt ez most a Tolna Mőzsi Lovasnapon. A helyi lovas egyesület arra törekszik, hogy tovább vigye a hagyományokat, ugyanakkor például a pályák kialakításánál a nemzetközi trendnek megfelelő nehézségű és technikájú végrehajtás elé állítsák a versenyzőket. A mai napon is látszott, hogy több fiatalabb versenyző is próbálkozott, akár élete első versenyével, akár élete első lovaival, akár új lovakkal, tehát mindenféleképpen jót jelent ez az egész. A viadalon 53 fogat mérte össze tudását egy alapvetően inkább technikás, mint gyors pályán. Egy nemzetközi szabályzat szerint kell a pályát építeni, ahol megvannak a szabályok, ugyanúgy, mint a kreszbe is, hogy merre, hová, milyen táblák, meg mik vannak. Na mostan a pályák azok lehetnek technikások, vagy gyors pályák. Na most ezt a kettőt kell ötvözni. Ifjú Virág József, a Tolna Mőzsi Lovás Egyesület elnöke azt mondja, az indulók száma és az elért eredmények is azt mutatják, reneszánszát éli a fogathajtás. Ami különösen jó teszi hozzá, hogy sok hölgy és fiatal versenyző ült fel a bakokra, ami a jövő tekintve bizakodással tölti el a sportág szerelmeseit. Regionális híreink következnek Baranya és Somogy megyékből.
A helyi termelőket is segíti a beruházás. A megyei önkormányzat szerint is fontos a pécsi vásárcsarnok építése. Aktív közösségformálása pécsi nemzetiségi önkormányzatnál. Szentmiséket is szerveznek német nyelven havonta egyszer. Kijött az osztálykülönbség a baranyai összecsapáson. Fölényes győzelmet aratott a PMFC. Üdvözli a pécsi önkormányzat döntését a megyei elnök. Őri László azt mondja, örül, hogy megépülhet az új vásárcsarnok, amit még az előző városvezetés idején ők indítottak el. A tervek és engedélyek már megvannak, a pénzügyi háttér is biztosított. A létesítménnyel nem csak a pécsiek járnak jól, hanem a megyei zöldséggyümölcs termelők, élelmiszerkészítők is, hiszen állandó értékesítési helyszínhez juthatnak az új csarnokban. Segítenek el, hogy a baranyai zöldségek, gyümölcsök eljussanak a termelőktől a fogyasztókig, mondta az ormánsági dinnyekóstoltatáson a megyei önkormányzat elnöke a pécsi Kossuth téren. Ezért fontosak azok a bemutatók, ahol megismerhetik a termékeket az emberek. De jó arra is, hogy a közétkeztetést végzők a helyi termelőktől szerezzék be az alapanyagokat. Ösztönözzük a megyében szolgáltató közétkeztetőket arra, hogy a nyári időszakban, szociális intézményekben, nyári táborokban vásárolják fel a helyi termékeket, hogy minél több gyermek, illetve szociális ellátott asztalára kerülhessen a helyben megtermelt jó minőségű idénygyümölcsből. A baranyai zöldségeknek, gyümölcsöknek állandó árusítóhelye lesz Pécsen, ez pedig a korábbi városvezetés által elindított új vásárcsarnok, mondja Őri László. Én üdvözlöm az új városvezetésnek a döntését, hogy végül is megépíti azt a vásárcsarnokot, amelyet még a korábbi városvezetés, még mi készítettünk elő. Ugye a források igen nagy része az már korábban rendelkezésre állt, ezeket megszereztük, a tervek, engedélyek rendelkezésre állnak, és most néhány hónap késlekedés után a város új vezetés is belátta, hogy valóban szükség van Pécsett egy vásárcsarnoknak. Én azt gondolom, hogy ez fontos a pécsiek szempontjából is, hiszen a pécsiek várják az új vásárcsarnokot, de fontos a megye számára is. A megyében megtermelt termények így könnyebben eljuthatnak a pécsiekhez, mondja az elnök. Az új vásárcsarnok építése 3 milliárd forintba kerül. 5600 négyzetméteres alapterülettel nyílik majd meg, és csaknem 70 parkolóhely és hűtőház tartozik majd hozzá. 36 intenzív betegágyat, 80 fecskendős infúziós pumpát, 20 volumetrikus infúziós pumpát és 13 intelligens dokkolóállomást kapott a Pécsi Klinikai Központ. Az eszközök az Emberi Erőforrások Minisztériumának háttérintézményétől, az Állami Egészségügyi Ellátóközponttól érkeztek a Baranyai megyeszékhelyre. Az eszközök átadásával egyidejűleg az üzembe helyezésükkel és használatukkal kapcsolatos ismeretek átadása is megtörtént. Ezek az eszközök együttesen fogják az intenzív ellátás parkunkat támogatni és segíteni klinikáinkon, ahol intenzív ellátást biztosítunk, ilyen az idegsebészeti klinika, ilyen a központi intenzív intézetünk, ilyen a belgyászati klinikának az intenzív részlege, és a szívgyászati klinikának van egy intenzív ellátási osztálya, ahol ezen feladatok összességében a klinikum vonatkozásába koncentrálódnak. Ezek az eszközfejlesztések, ezek az eszközparkfejlesztések ezen magas felszereltsége együttesen fogják tudni biztosítani regionálisan, megyei szinten, illetve régión túlnyúlóan is az intenzív ellátás legmagasabb szinten történő biztosítását. A pécsi német önkormányzat egyik legfontosabb célja, hogy még aktívabb közösségé formálja a városban élő németséget, Pécs második legnagyobb nemzetiségét. Ebben intézmények, civil szervezetek, cégek és magánemberek együttműködésére számítanak. A különféle kulturális és gasztronómiai programok mellett havonta egyszer az országos önkormányzat, a megyei szervezetek és civilek bevonásával német nyelvű szentmiséket szerveznek a pécsi Szent Ferenc templomban. A rendszerváltás után alakultak meg a kisebbségi önkormányzatok Magyarországon, így a pécsi német önkormányzat is, melynek célja, hogy összetartó közösséggé formálja a városban élő németséget. Kulturális programokat szerveznek, bálokat tartanak, és vallási eseményeket is kínálnak. Augusztusban a Havas Boldogasszony templom búcsúi ünnepén vehetnek részt német nyelvű szentmisén a hívek, valamint szeptemberben Mária Gyűdön tartják a németség legnagyobb búcsúját. Ezen kívül minden hónapban
hónapban egyszer német nyelvű szentmisét szerveznek a Lénauházzal, a megyei szervezetekkel, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatával, a VUK ifjúsági szervezettel és civilekkel közösen. Abban vagyunk érdekeltek, hogy azok az emberek, akik valamiféleképpen még kaptak valamit ebből a kultúrából, valamilyen elemét, akár a táncot, akár a nyelvet, akár az énekeket, azok vissza tudjanak találni ezekhez az elemekhez. Különböző rendezvényeken tudjuk ezt biztosítani számukra, hát illetve a valláson keresztül is próbálunk megtevékenykedni ez irányban. A német nyelvű szentmiséket korábban heti rendszerességgel a dzsámiban tartották, majd a Koch Valéria iskola központ szervezésében havonta egyszer voltak német nyelvű szentmisék a Pius templomban, jelenleg a Ferences templom a helyszín. Nagyon sok német lakta településen ma is alapvetően magyar nyelvű szentmisék vannak, hiszen a németek mindkét nyelven megértik, és vannak más hívők, akik viszont csak magyarul értik meg a szentmisét. Ezért ez a kompromisszum született, viszont ennek az a hozadéka, hogy a német misék, illetve a német nyelvű istentiszteletek száma csökken, illetve kezd elvészni. Én viszont fontosnak tartom, hogy ez fennmaradjon, és próbálnánk, illetve próbáljuk akár bevonni a fiatalokat is, hogy azért valamilyen szinten ez megmaradhasson a jövőnek is. A pécsi német önkormányzat egyik legfontosabb céljának azt tekinti, hogy még aktívabb közösséggé formálja a városban élő németséget. Ebben intézmények, civil szervezetek, cégek és magánemberek együttműködésére is számítanak. A különféle programok mellett egyéb kezdeményezések révén igyekeznek összefogni Pécs második legnagyobb nemzetiségét. Az MB2-es bajnokságra készülő PMFC a harmadosztályú HR Rend Kozár Michelin csapatát fogadta a szombati soros edzőmérkőzésen. A házigazdák végig fölényben játszottak, és 2-0-ás állásnál fordultak a csapatok. A felkészülési mérkőzést 5-0-ra nyerte Vas László együttese. Két héttel az MB2 2020-21-es szezonjának rajtja előtt az MB3-as HR Rend Kozár Michelin fogadta utolsó előtti felkészülési mérkőzésén a PMFC. Már a találkozó első fél idejében sikerült helyzeteket kialakítania és 2 gólt lőnie a házigazdáknak. A fordulás után az 58. percben az első találat szerzője, Óvári Zsolt másodszor is remekül elvégzett szabadrúgásból lőtte a PMFC 3. gólját. Találkozón egy szerencsétlen ütközés következtében a kozármislenyi Szabó Dominik és a pécsi német Márk fejelt össze, mindkét játékost mentő vitte el. A mérkőzést 5-0 arányban a végig fölényben játszó házigazdák nyerték. A bajnoki rajtól legyünk optimális állapotban, azért is dolgozunk a felkészülés alatt. Azt, hogy a felkészülési mérkőzésen milyen formában és milyen eredményesen játszunk, az is egy része. Nyilván a felkészülés és az eredményességünknek majd a bajnokság során, de nem kell messze venni a következtetést levonni ebből se, a keddi mérkőzésekből sem, mert igazán az a fontos, hogy azokat, amiket gyakorlunk, azokat minőségbe tudjuk majd a bajnokság folyamán visszalátni. A HR Rend Kozár Michelin csapata most fogja megkezdeni a frissítést, átállnak a bajnoki ritmusra, a bajnoki edzésekre. A szakvezetés szeretne még játékosokat igazolni. Egyik héten tudunk nagyon játszani, a másik héten meg olyan hibákat tudunk elkövetni, mint egy utánpótlás csapat. Sajnos még nem állt össze a védőelmünk, belső védőt keresünk, mert az a nagyon hiány vagyunk. A mai napig az előrefelé is problémákat okozott, egy sokkal jobb csapattal játszottunk mai nap, gratulálok külön a PMFC-nek. Sok sikert is kívánunk nekik az MB2-es bajnoksághoz. A PMFC szombaton a Paksi FC-hez utazik, a HR Rend Kozár Michelin pedig a Vukovár együttesét fogadja vasárnap délután a bajnoki rajt előtti utolsó edzőmérkőzésen. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Elmaradnak a szekszárdi szüreti napok. A polgármester szerint az éjjel szekszárd alkalmatlanságát bizonyítja a döntés. Gazos területek a Tolnai megye székhelyen. Jobb híján civilek kaszálnak az éjjel szekszárd vezette önkormányzat helyett. Településfejlesztés. Patkákat és vízelvezetőket építenek Tolnán. Tisztújítás. Régi új elnök a Kaposmenti Társulás élén. Szerdán délelőtt változóan felhős időben elszórtan előfordulhat zápor, kisebb eső is. A déli órákban csökkenni kezd a felhőzet, megszűnnek a záporok. Délután változóan napos idő ígérkezik, mérsékelt felhősödésekkel. Eső nem valószínű. Az éjszaka folyamán ismét vastagzik a felhőzet, és kialakulhat szorványos zápor, zivatar Góca térségben.
Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemreméltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!